Jó napot kívánunk, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez ismét a Lakner és Ceglédi. Nem tudom, hogy meséltem e már, de a mai műsor kapcsán lehet egy minimális relevanciája, hogy másodperceken múlt, hogy nem lettem annak idején sorkatona, amennyiben 2004 novemberében kellett volna bevonulnom a díszőrséghez. Hmm. Sziasztok! Hello. És te hogy Pedig nem milyen jól mutattál volna. Köszönöm szépen, egyébként volt, el a teljes Ezt palettát. a inget nem vetted volna föl, hát... lehetett választani Le, figye, nem, az volt, volt. Hogy én pont olyan, olyan eresztéssel mentem, hogy hogy nagyon megörültek nekem. Hogy egyáltalán. Igen, és ezért aztán elém, hogy mehettem volna a tüzérekhez, a vegyvédelmisekhez, gyors reagálású hadtesthez, mondtam, hogy a háború van, én ráérek, és mm -hmm. akkor abban maradtunk, hogy a, a, a magasságon megvan hozzá, menjünk a díszőrségbe. Ah, De mondom, ugye 2001 novemberében szűnt meg, és vicces, emlékszem, annak idején Orbán Viktor azt ő, ő, üzenetül hagyta a fiatalok számára valamely kampányban, hogy és neki köszönheti a sokat eltörlését is, és akkor a léderre a kavintont vittünk neki, hogy hát ez, ez a Bródi János volt, meg az SDS nem, nem a Fidesz. Na mindegy. Ma már azért kéne kavintont vinni, hogy emlékszik arra, hogy ő valaha ilyet mondott, mert most már pont az ellen, hát nem, nem, a, nem az, hogy a sorkatonáság visszavezetésének mm. álláspontján van, de hogy rendszeresen emlegeti, hogy ez mennyire embert próbáló. Elmondom, mi van. Nekem időszak az ember életében. Annyiban nekem is ágyalodott az elképzelésem, hogy mi, minek után a szomszédunkban háború van, és nem is holnap lesz vége ennek az időszaknak, amiben most élünk. Engem megnyugtatna, ha tudnék valamit arról, hogy háború esetén mit csinál egy férfi. Te miért nem lettél katona? Vagy egy nő? Ö... Hát én férfi vagyok, tehát ezt most. Okay. Tudom, hogy ez, 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 ez egy a... szokatlan ö ö vallomás részemről, de igen. Te hogy nem lettél katona? Hát nem dicsekedhetek azzal, hogy ilyen fiatal vagyok. Én lehettem volna. Hát egyszerűen annyi történt, hogy egyetemre mentem, és a 90-es években már nem volt olyan, uh -huh. mint a 70-es években, hogy az egyetem előtt a felvett hallgatókat elvitték uh -huh. egy egyébként rövidebb sor katonai azért úgyis elég hosszú sor katonai uh -huh. szolgálat, azt hiszem ők nem két évet voltak, hanem egyet. Ne, ez, nem ne, Az én időmben már talán hat hónap volt, édesapám még kettő évet Igen, hát a hetvenesekben hát még bőven kettő volt uh -huh. szerintem, és talán az egyetemistáknak volt egy rövidebb ö, időszak. Tehát itt egyszerűen az volt, hogy az. az mennyit egy... jártál te egyetemre? Hogy nem? Hát nagyon sokat. Nagyon sokat jártam, nagyon sokat jártam. egyetemre, mert ö, ugye hát az érettség után egyetemre mentem, hmm. tehát ez halasztó hatállyal bírt, és miután én napalin végeztem a második ö, ö, uh -huh. egyetemet is, a szociálpolitikát, ja, úgy és akkor hát ebb ebből azonnal az megint, megint egy halasztó uh -huh. hatályjal bírt, nem hiszem, hogy nagyon sokat vesztett volna velem egyébként a, a magyar honvédség, de hát így, így ez volt ennek az oka. Egyébként sokozáson voltam, tehát besokoztak, csak hát ott szomorúan tudomásul vették, hogy én a felsőoktatásba pályázom. Na, mindennek nincsen relevanciája akkor, hogyha van egy jól működő NATO, gondolom én. És ebben a NATO kérdés körül kulminál mostanában a nemzetközi és a belpolitika is. Volt egy üzengetés, mi szerint hogy a svéd NATO csatlakozás jóváhagyása most már jelen tudásunk szerint, amikor fölvesszük ezt a, az adást, akkor már csak a magyar országgyűlésen, azon belül is a Fideszes többsége múlik, mely Fidesz frakció az megkötötte magát, és akár a miniszterelnökkel dacolva is. Erzé. Azt szeretem, hogy ezen egyébként még a Fideszesek is röhögnek, hogy hát sajnos Orbán Viktornak nemet mondtak, ők kitartanak a kezügybe. Egy őszinte szereplő van szerintem a történetben. A kövér. A kövér. Ha? A, a, valahol bennem mélyen lakik egyébként egy kövér László, szoktam érteni ezeket a, ezeket a, a Ez Köszönöm szépen, de, nem, de ne szaladjunk ennyire előre. Ugye volt egy üzengetés, ahol is a, a a magyar miniszterelnök egy levelet írt a svéd miniszterelnöknek, amiben meginvitálta hozzánk, hogyha jár Törökországban, hogyha igaz, akkor beszélgessünk erről a kérdésről. És ez egy érdekesen épült a nyilvánosságban, mert kiszivárgott a levél, az erre adott svéd külügyminiszteri, meg a korábbi, ex kormányfői reakció is, és akkor meg is ünnepelték ezt, a, akik ezt szerették, hogy haha, kőkemény gyomrost osztottak ki a köpcsösnek. És aztán jött egy svéd miniszterelnöki hivatalos válasz amit nyilvánosan egyetértek önnel abban, hogy az országaink között intenzíve politikai párbeszéd előnyös lenne. Mint említette, több közös érdek is felmerül, két oldalon a Gripen repülőgépekkel kapcsolatos együttműködésre az EU-ban, tekintettel az ön soros következő elnökségére, és természetesen a NATO-n belül, mint szövetségesek, Svédország NATO tagságának ratifikációs folyamatának lezárása a magyar parlamentben szilárd alapot teremt. A két oldalú kapcsolatunk előrehaladásához, a kölcsönös megértés és bizalom megerősítéséhez. Várom, hogy mindezeket a kérdéseket, mélyebben megbeszélessük megbeszélhessük önnel Budapesten, mi kettünk számára megfelelő időpontban. Ezen kívül lehetőségünk lesz találkozni a február 1 fontos brüsszeli Európai Tanácson is. Szerintem ez az a pillanat, mm. amikor Orbán Viktor veszteség nélkül kiszállhatna a buliból. Tehát most most, most lehetne azt mondani, hogy oké, okay, jött egy udvarias válaszlevél, gyere, ezért nem böllenkedünk tovább, megszavazzuk. Mi történt eddig, szerinted miért csinálták ezt, és mire számítunk? Történt azért elmesélhetetlen, ugye, az egész eddigi sztorik nélkül. A levelekről hadd mondjak annyit előjáró, hogy én is nyilatkoztam e e erről a dologról a hét folyamán, anélkül, hogy akkor még nyilvánosságra hozták volna a svéd miniszterelnöki uh -huh. levelet. És ugye valóban az interpretációk azok arról szóltak, illetve hát a külügyminiszter azért egy ilyen eltartó el 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 nyilatkozatot tett, és ennek alapján tűnt úgy, hogy ez egy visszautasítás. A levelezés nagyon kordiális. Uh -huh. Hozzáteszem, ugye, tehát nem mindenhol úgy működik a diplomácia, mint Szijjártó Péter esetében, mm -hmm. hogy kiáll Ezért mutattam rá külön arra, hogy, hogy ez ordítozni, Igen. tehát ez egy udvarias levél, amiben ugye egyrészt benne van az, hogy természetesen a svéd kormány szívesen tárgyal másfelől, meg azért az is benne van, hogy persze én most nem vettem gyorsan egy repülőjegyet, hogy oda, oda repüljek uh -huh. Budapestre, és azonnal tárgyaljak, tehát benne van az, amiről szoktunk néha beszélni, hogy a magyar külpolitika elszigetelődését nem úgy kell képzelni, hogy senki nem áll szóba Orbán Viktorral, hiszen ugye, ha máshol nem, az Európai Uniós állam és kormányfők tanácsában ő rendszeresen találkozik uh -huh. a kollégáival, és tudnak beszélgetni, és nyilván korábban is szót váltottak a svéd miniszterelnökkel, és nem zárkózik el a svéd miniszterelnöktől, miniszterelnök attól sem, egyébként ez furcsa is lenne, hogy egy leendő NATO szövetséges és uniós taktárs országba ellátogasson. Szóval szerintem ez egy nagyon árnyalt és okos, hogy mondjam, a diplomáciában nem szokatlan megfogalmazása annak, hogy persze tárgyaljunk. Jó lenne azért, ha megmondanátok, hogy pontosan miről kéne tárgyalnunk, mert persze a Gripen ügy az nem tegnap került a magyar politika, meg a svéd politika a napi rendjére, de egyébként ugye nincsenek konkrét feltételeitek, amelyekre nekünk reagálnunk kellene. Persze, beszélgessünk. Szóval ez a, ez a levél, ez erről szól. És hát a... de, de értik ők, hogy igazából Magyarország csak egy gesztus szeretne, nem? Milyen gesztus? Hát, szerintem, ha idejön és azt mondja, hogy fogjunk kezed, vietnámiaskodjunk, lehet. akkor... Lehet, lehet. lehet. Őszintén szóval lehet, ugye ez viszont rámutat a sztori lényegére szerintem, hogy most már nagyjából ez 20 hónapja zajlik, mm. ugye azért tegyük hozzá, hogy első körben Orbán Viktor azt mondta, hogy ó, szuper, támogatjuk. Uh -huh. Tehát a magyar ö, ö, bot a küllők között akkor jelent meg, amikor Erdogán bejelentette, hogy ő, hogy ő nagyon súlyos problémákat lát a finn és a svéd csatlakozásban, és ugye ami számunk érhető a magyar külpolitikán, az, az egyrészt az, hogy saját feltételeket soha nem fogalmazott meg. Uh -huh. Mindenféle dolgokat mondtak, de ezek többnyire egyébként egymásnak ellentmondóak, és valójában soha nem fejeződött ki bennük a Igen, ez nemzeti érdek, Találtak egy olyan. videót Gulyás Mártonról évekkel. Szóval ne, ez nem olyat, hanem... Ez tényleg nem egységes ez az egész. Igen. A másik, hogy miközben így hangsúlyozza Ugye ez a kormány a szuverenitásunkat, minden egyes ö, ö, lépésben a törököket követjük. Ezt is lehet csinálni, csak ez sem lesz soha elmondó, hogy ez miért nemzeti érdek. Ugye akkor feszültünk be, amikor a törökök, akkor engedtünk a finneknek, amikor a törökök, akkor mondtuk azt, hogy mégiscsak elvileg megszavazzuk a svédeket, amikor tavaly nyáron a törökök. Ezt csinálták, és akkor. Hívja meg Orbán Viktor a svéd miniszterelnököt, amikor a törökök ratifikálják. Szóval, hogy miért? Azon kívül pedig ez, szóval, igen, önmagában szerintem azon sem volna érdemes logolni, hogy most Magyarország az utolsó, még egyet is lehetne érteni, kövér lászlóval, hogy valakinek utolsónak is kell lenni. Na de ők mondták, hogy nem leszünk utolsók. Hát érted? Tehát, hogy én tőlem lehetünk 27. is a sorban, mert úgy jön ki a parlament naptár, tök mindegy, valóban. Na de hát, Hát ők mondták, hogy nem leszünk utolsók. Innentől kezdve számol lehet ki. Akkor. Az a nagyon fura, hogy a Fidesz ö, működésének a megfejtésében egyfelől mindig jelen van ez a, ez a ö, pejoratív lélekbúvárkodás, hogy milyen frusztrációk mentén működik. Másfelől viszont, hmm, amikor nem, nem, lenne, egy, ne, nem, is rólad beszélek, mert másfelől viszont lenne egy helyzet, amikor ennek a vélt tudásnak a birtokában lehetne eljárni, és Kövér László meg is mondja, hoztam idézetet tőle is, egyszerűen elég volt abból, hogy a hazánk Unatkozó politikusok olcsó játéka legyen, akiknek éppen nem jut be semmi más, vagy éppen valamiről el akarják terelni a figyelmet, akkor Magyarországban törlik a sáros szípőjüket. És az van szerintem, hogy sokkal egyszerűbb lenne ezeket az embereket kezelni, és azért vagyok ebben empatikus, mert még egyszer mondom, a bennem élő Kövér László az hmm. szintén zokon veszi, mikor, azt, mikor, mikor mondjam végig, azt mondják, hogy na nehogy már külön kérvényt kelljen benyújtani neked azért, hogy megszavazd, és én azt mondom, hogy de hát én ugyanúgy a NATO tagja vagyok, mint a többiek. Nehogy már veled külön tárgya, az a, a törökökkel tárgyalnak, veled ne tárgyaljanak külön. Menj oda, menj oda, és szavazd meg, és kussoljál. Érted? Tehát, hogy ezt előadni egymás után ezer milliószor úgy, hogy közben másról meg arról beszélünk, hogy ezt utálja legjobban az Orbán, az arról szól, hogy folyamatosan mm. szurkálok be a résen, majd csodálkozok, hogy fölbőszült és nem úgy viselkedik, amit én mm. szeretnék. Jó, ne, ne, én sem akarom ezt túl pszichológizálni, csak ez a, szóval értsük meg szegény Orbán Viktor olvastam, meg, de, 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 de akkor most én mondom, hogy ugye a luxemburgi miniszterelnök adott egy nyilatkozatot talán a politikónak a múlt héten, amin én csak azért csodálkoztam, hogy ő elmondja, hogy ő majd jön, a helyes, tárgyaljon a helyes, mert meg kell érteni Orbán Viktor álláspontját is, és elmondja ezeket a dolgokat. Azon gondolkodtam, hogy mi 14 éves senki nem tárgyalt szegény Orbán Viktorral, és ő nem mondhatta el az álláspontját. Szóval, hogy azért ne csináljunk úgy, mintha a magyar politika hangja nem jelenhetne meg az Európai Unióban. Azon kívül szerintem tényleg fontos az, hogy akármit is gondolunk az Erdogán feltételeiről, őről tudjuk, hogy mit és miért akart. Mm. És tudjuk, hogy amit ő csinál, az az általa értelmezett török nemzeti érdeknek kap csomó F-16-ost. Miért felel meg? Amit mi csinálunk, az miért jó? Mire Nem. jó? De szerintem volt erre egy megfejtésünk jó paradással ezelőtt. Hogy Orbán Viktor minden szűk kereszt metszetet, azt megkeres, és eldugítja annak érdekében, hogy a számára fontos ügyekben legyen tárgyalási alap. Szerintem szinte mindent azért csinál, Amiben most hiány szenved, jelesül az uniós pénzek. Hát ahogy összekötötte azokat a tárgyalásokat, amelyek az Ukrajnának a, az uniós ö, csatlakozását megkezdő tárgyalásokról szólnának, azzal, hogy hmm. jöjjenek az uniós pénzek, Szerintem itt is alapvetően arról van szó, hogy minden alkalmat megragad arra, hogy látszódjon, mert ez a láthatóság, ez gondolja ő, közvetett módon ez megszolgálja magát, amikor egy másik ügyben megkérdezik, hogy mekkora, mekkora én, magyarország. Én ezt értem, csak nekem az a probléma ezzel, hogy állandóan egy fejeteteire állított logikát akarunk Nem azt, megérteni. azt mondtam, hogy ezt tetszett. Én értem, hogy ezt interpretálod, ö, ö, de egy fejeteteire állított logikát akarunk megérteni. Ott van az a svéd kormány, amelynek pont olyan összetétele van, mint amilyet Orbán Viktor vágyik. Egy jobboldali, meg egy tőle jobbra álló párt hmm. koalíciója. Velük van ilyen viszonyban. Hát miért nem barátkoznak? Miért nem ment Orbán Viktor Svédországba már egy évvel ezelőtt, hogy jókat beszélgessenek egymás, lehet elküldte Hende Csabát, amit, bocsánat, körberöhögték azt a parlamenti küldöttséget. Egyébként Azok a kormánypárti parlamenti fotók nagyon mókás, ott állnak a hídon, fogják a é. szatyrot. És megint, igen, és Most megint csak... Tényleg a... nem akarok vizélni, de valószínűleg volt ott befőttes zsírba és megint csak azt mondani, Miért van rosszban Ormán Viktor Donald Tusk, akivel tíz éve szövetségben volt? Miért van rosszban Manfred... Man jobban értem. Miért van rosszban a mar... Manfred Weber az egy, az ki nem kényszerített hiba. Hát a Donald Tusk is egy ki nem kényszerített hiba. Hát az a szerencsés helyzet volt Ormán Viktornak tíz évvel ezelőtt, hogy a lengyel kormányjal és a lengyel ellenzékkel is jobban volt. Szerintem az egy stratégiai döntés volt a részéről, rossz döntés, Marhassá. de döntés volt. Na a de részéről, de de erről részéről hogy merre megy az Európai Na de, de hát erről beszélek, Zoli. Hát ezek a saját döntései. Nem csak a Manfred Weberrel összeveszni szerintem az, az, az a fajta emocionális alapú hülyeség volt, amit, uh, amit aztán már rögtön nem Na tudott Na, de meg, azt is erősz. egy kormány egy saját hibája előzte meg. Uh -huh. a, ugye, minek volt a Juncker soros plakát? Mert annélkül nem nyerte volna meg a Fidesz a 2019-es EP választást ezek mind az Orbán döntései, és aztán kisodródik egy kényszerpályára, és aztán a kényszerpályá hozott döntéseit próbáljuk beleilleszteni valami olyan racionalitásba, amely racionalitás helyett ő egyébként a mai napig bennülhetne az Európai néppárba, és ezeket a dolgokat három telefonhívásra, de lehet, hogy csak kettővel tudná elintézni. A következő... Föl Célben... merülne az a téma, mert persze a svédek megtehetik azt a gesztust, hogy azt mondják, hogy mi támogatjuk a, nem tudom, Magyarország uniós soros elnökségét, ami egyébként valószínűleg elvehetetlen a múlt Magyarországtól, de tehát megtehetné te, meg azt a gesztust, hogy hogy, 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 ezt kimondja a svéd kormány. Uh -huh. Na de ez a téma se lenne napi renden, hogyha az Orbán nem csinálja ezeket a dolgokat. Így van, meg pláne nem veszik össze a németekkel. Csak van még egy idézetem, már az utolsó, ami átvezet a következő téma, az úgy, hogy még erről fogunk beszélni, ezt Lakatos Júlia mondja a Méltányosság Intézetből hogy szerinte az európai fősodor hibát követel azzal, hogy anomáliának tekinti a kritikát, és nem emeli be azokat a témákat a saját diskurzus rendszerébe, amelyekről az ellenfelei, a populistának is nevezett új jobboldali erők egyre hangosabban próbálnak megbeszélni. Akkor azt kérdezzük, hogy Orbán... Most ]nak... nem tudom konkrétan melyik anomáliákon van, szóval egy pár. Uh, amikor arról beszélünk, hogy az Európai Unióban, a közelgő választásokon, mely uh, reménybeli frakcióknak uh. mekkora lehet a mérete, akkor én azt látom, hogy van jó pár olyan, olyan ö, téma, amelyeknél a törésvonalak úgy néznek ki, hogy ezek, mondjuk az ID, ugye Gert akik egy akiket szélsőjobboldalinak szoktak mondani, meg az ICR, akik ugye euroszkeptikusok inkább, ö, ők szembe tudnak állni egy egy ö, korábban nagy koalícióként működő, de egyre inkább összeszoruló társasággal, a szocialistákkal, néppárttal, liberálisokkal. És van itt egy prognózisunk is az Európai Külkapcsolatok Tanácsától, ami ez egy, nem, egy, nem egy intézmény, hanem egy intézet, ez egy berlini agytrözt. Azt mondja, hogy 27-ből 9 országban nyernek, így hívja őket, európa ellenes populisták, uh -huh. köztük Magyarország. A mandátumok közel felét a jobb-közép-európai néppárból, a szocialistákból és a liberálisokból álló nagy koalíción kívüli Uh -huh. politikai erők szerezhetik meg, tehát ebből következik, hogy akik egy, eddig Európát irányították, azok fogják a jövőben is, csak valószínűleg kisebb arányban, mert a néppárt és a szocialisták is gyengülnek, de még inkább a liberálisok, ugye a rinyú, a két ö, ö momentumos is van, és a zöldek, ahol meg jó ideje már nincsen magyar képviselet, erősödik az ICR és a, az ID, és a harmadik legnagyobb frakció az ö, szinte mindenképpen a mai tudásunk szerint egy ilyen valamelyik, valamelyik lesz, igen. vagy az ID, vagy az ICR, és ebben például a perdöntő jelentősége van, hogy Orbán képviselői hova csatlakoznak. Persze. Miben lesz más ez az új Európai Parlament, mint a mostani? Hát szerintem ez ö, annyiban nem különbözik az eddigi prognózisoktól, tehát ha bárki ilyesmit olvas, hogy azt nagyjából tudjuk, hogy egy ilyen erősödése lesz ezeknek a jobboldali ö, frakcióknak. Ö, ugyanakkor. Hát egyrészt ők sem tudnak egymással együttműködni, azért ők uh -huh. két-három ilyen próbálkoznak összejönni egy frakcióba, és erős többször beszéltünk ebben a műsorban, hogy az Amerikához, Ukrajnához, Oroszországhoz való viszony az alapvetően uh -huh. elválasztja ezeket a politikai erőket. Ami nem jelenti azt, hogy különböző témákban nem tudnak együttműködni, adott esetben együtt szavazni, természetesen, bár ezt eddig is megtették, ami azt illeti, most legutóbb például a. Múlt héten a Magyarországról szóló újabb határozatban ők egy irányba szavaztak, anélkül, hogy közös frakcióban lennének. Közben viszont azért tudunk bizonyos dolgokat, tehát hogy a, a egybe lehet számolni, ez, ez kicsit olyan, mint a magyar ellenzéki szavazatok össze, összeadása, mechanikus összeadása, mm. szóval attól, hogy a néppárt meg a tőle jobbra álló két nagy frakció, vagy két növekvő frakciónak a, a támogatottsága akár beköszöhet való egy ilyen 40-sok százalék mm. magasságába, attól még ugye a néppárt csak az ECR-rel keresi az együttműködést. Mm. Az idével kifejezetten. Az fontos kizárja. különbség a magyar belpolitikai konstellációkhoz képest, hogy nálunk az összeadás végén van egy szavazás, és egyszerre kéne rájuk szavazni, itt pedig külön-külön pláne tagállamonként szavaznak rájuk, és csak az, hát, az Európai igen, Parlament hát, működésében adódnak. Hát, össze. de ott viszont ott kell ugye hát. összeadni ezeket, és az Európai Parlamentben meg hát lesznek ilyen szavazások, a bizottság hát. elnökének a megválasztása meg hát millió-millió kisebb, nagyobb döntéshozatal, tehát hogy egy csomó olyan ügy van, amiben ezek a pártok egyszerűen nem értenek egyet, és nincs is együttműködés, plusz ugye a, a különböző pártcsaládok nemzeti tag pártjai, azok ugye sokszor egy teljesen másik pártcsaládban ülnek, tehát nehéz mm. elképzelni, hogy a persze nagy vita, hogy a CDU mit kezdne az AFD Németországban, de alig ha kezdenek el koalíciózni az Európai Parlamentben, ahogy a, a Tusk és a Kaczynszki sem az Európai Parlamentben fog kibékülni egymással. Szóval hogy ez az összeadás mm. így nem érvényes, ezen kívül hát azért ismerjük az álláspontokat, az SZND nyilván a néppártal, meg a liberálisokkal partiképes, parti képes, és a liberálisok kimondták, hogy ők az lcr t sem, és az id sem uh -huh. tekintik partnernek, csak a néppártot, meg a szocialistákat. Tehát ebből nem nagyon tud kijönni más többség. Nézzük egy picit az ügyeket akkor. Nem hoztam ezt a rakatos ülőidézetet is, és te is említetted már, hogy, hogy, nem lehet mechanikusan összeadni a középtől jobbra lévő erőket. Én azt gondolom, hogy az meg ID több is politikusa is, mondjuk 30 évvel ezelőtt még a néppártban ült volna. Tehát, hogy, hogy ezek a szereplők, ezek akkor talán... Hmm, talán maguk az, az AFD alapítók is a CDU-ból mentek ki, amikor most ugye szerintem így volt, tehát onnan Mint ahogy lesz. persze, hát ahogy, ahogy ugye annak idején a, a britek repesztették hmm. meg először a néppárt, Vagy hogy Az SPD-ből vált ki a link igen. is, igen. Vagy hogy részben, uh... részben a La Fontaine a másik része, nem? Mi a vitája az európai hagyományos jobboldallal ezeknek a kihívóknak, az icr nak és az ID -nek? Hát egyrészt ugye sajnos nagyon unalmas lesz, de van egy demokrácia vita. Egy demokrácia vita? Abszolút van. Amennyiben? Hát a hatalom megosztáshoz való viszony, a többségi felhatalmazás értelmezéséről szóló vita. Van egy... Van de várjál, egy... Várjál, tehát a néppárt az azt mondja, hogy széles demokráciára van szükség, bevonásra, fontosabb... Liberális a demokrácia. Ne kiobáljuk le azt, akinek más a véleménye, hanem hívjuk be tárgyalni liberális demokrácia. Tehát ezért a hatalom megosztás az egy olyan dolog, ami, ami elég egyértelmű. Tartsuk be például az alkotmányt. Szóval uh -huh. ilyen furcsa, ne, most nem a tagállami részről beszélek, hanem hogy az európai Én ezt értem. értem. Na de hát ez a hozzáállásuk például a jogállamisági eljárások megítélésében és ez ezzel kapcsolatos uh -huh. döntésekben uh -huh. És most amellett, hogy a néppárti csomó opportunista döntés hozott, de mondjuk a szargentini jelentés óta azért elég egyértelműen elválta mi szokott elválni a májtól? Na mindegy. Szóval, szóval a ezek a dolgok elváltak egymástól. A okay. másik, másik a, ugye az európai integráció, tehát ugye Európa ellenes, ez talán túlzás, ugye ez egy, vagy mondjuk úgy, hogy ez egy széles paletta, tehát a szkepszistől a Dexitig, ugye, amit mm -hmm. az AFD hirdet, zárójel, egyszer ezt is elmesélhetné nekem valaki, hogy a Fidesz miért annyira az AFD-nek, mert hogyha mondjuk ők egy valószínűleg nem megvalósuló forgatók, mert kivinnék Németországot az Európai Unióból, akkor nem az lenne a vita téma, hogy mennyit kapunk meg az uniós költségvetésből, hanem hogy lenne uniós költségvetés. Szóval ezeket a drukkerségeket nagyon át kéne gondolni mondjuk azért... ezek az exit dolgok, a briteket kivéve, bárhol egyébként... Hát a briteket, ez egy elég fajsúlyos kivétel azért, nem mondjuk csak, ezt ne, el. Ne, csak, nem a britek azok szerintem nem Brexit-tel, vagy azóta kivételek, hanem ők kivételek voltak az Európai Unióban is. Hát jó, de azért nem voltak. De a, a, hát a peres. Hogy mondjam, azért, ez egy minden, minden lehetséges alkalommal a különállásukat hangsúlyozva. De ezt, de ezt teljesen igaz, mert a Blair egy csomó mindenben ugye a korábbi opt-outokat visszacsinálta. Vagy... Volt egy ilyen szereplő, de még ő sem annyira Tehát ez teljesen, hogy ez több mint egy évtized, amíg a Labour hatalmon volt. És a, és a német... És a Thatchernek sem jutott eszébe kivinni a briteket, ugye ők úgy, ő mindig úgy tárgyalt, tehát olyan, ugye ezért volt részben tök hamis az egész Brexit kampány, mert éppen a Thatcher kormány ki tárgyalt egy csomó olyan plusz visszajuttatást a briteknek, mm. amiktől ők valójában sokkal jobb pozícióban voltak, mint a gazdasági erejükből a befizetés-kifizetés arányát illette volna. Szóval azért ez egy, ez egy és látjuk azt, hogy Németország is ilyen módon kiragadható lenne az Európai Unióból. Hát Zoli, most ha csak bekerül mondjuk a politikai döntéshozatalba egy olyan párt, amelyiknek egyébként ez a programja, uh -huh. valószínűleg nem tudna egyedül kormányozni, de hát mondom, hát ennek drukkol a magyar kormánypárt, akkor egy az Európai Uniótól két-három lépéssel ellépő és saját magára koncentráló Németország lenne, amelyik valószínűleg nem szeretne olyan nagyon sok pénzt beadni a közösbe. Egyébként nekem ez a kérdésem a Wildersnek való drukkolással kapcsolatban is, tehát ő is ki akarja rakni valamilyen módon a menekülteket, vagy legalábbis nem akarja őket nagyon beengedni. Egyébként és ki, fukarkodni de, akar. És fukarkodni akar. Tehát egyrészt részben a, ugye, arról van ha megnéz az emberi statisztikákat, a Németországba ö, ö, bevándorló, betelepülő külföldieknek egy igen tekintélyes része, majdnem 50 az Európai Uniós országokból érkezik, tehát ha őket is mondjuk hazaküldenék valamilyen jogszabályi úton, módon, akkor ezeknek egy része ide jönne haza. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy mondjam, szóval, és akkor nem küldenék onnan, a, onnan az eurókat vissza Magyarországra, ami ugye egy fontos dolog a mi hazai mérlegeinket illetően is, és igen, nem nagyon adna pénzt. Még annyit sem, mint amennyit most szeretnének adni. Szóval, hogy ezek megint azok a stratégiai tisztázatlanságok, amikről szerintem soha nincsen szó, és valójában Tényleg arra mutat rá, hogy csak kommunikációs felszíne van ennek a, ennek az ormány stratégiának, de alapvető különbség, igen, a, az való hozzáállás, hát a német CDU az a, az a, az a motorja az európai uh -huh. integrációnak. Tehát ők igen. a mélyítést, tágítást, ez mondja, bővítést. A bővítést. A bővítést is? Hát, hát a bővítést igen, persze. De én azt láttam, hogy ugye a, a jelenlegi magyar kormány az idézőjelben csak Ukrajna uniós tagságával kapcsolatban skeptikus. Az összes többi bővítési projektben viszont éltanuló, Tehát, és ehhez képest, mintha máshol húznák be ez ügyben a kéziféket. Szerintem ez így van. Hogy mondjam, én, nekem van egy olyan elméletem, egyszer ezt vezetnem, hogy Ormán mindig csak, mindig csak azt ellenzi, ami történik. Szóval, hogy következik... De, de el, jó, követ... mondaná, hogy a Nyugat balkán nem csatlakozik? Nem, de de hát ezt mondom, hát ez a német kancellár is várja az Albán csatlakozást, de mm. nincsen vita. Ebben nincsen mit, majd nézzük meg, hogy mi fog történni, hogyha az albánok tényleg elérik a belépési szintet, akkor majd hogy fog viselkedni a magyar kormány. Érted? A közös hadsereget is akarja, a szuverenitáspárti Orbán Viktor pedig, hogyha közös hadsereg van, és átadunk jogköröket, az pont a szuverenitásunknak a csökkenése. Szerintem azért követelem, mert ez nincs. Uh -huh abban a pillanatban, hogy át kéne adni jogköröket, meg ne adj Isten pénzt, meg, meg fegyvereket, megnézem majd az álláspontját. Ez olyan, mint a, mint, a, mint a kamasz történetek arról, hogy ki hogyan csajozott a nyári táborban, ahol éppen nem volt senki ott az osztályból. Hát oké, okay, igen, valami, és ilyesmi. Azon kívül hát, pedig hát van, vannak az adott helyzet vonatkozó biztonságpolitikai, stratégiai értelmezésbeli különbségek, ez az amerikai, orosz, ukrán uh -huh. ügyekben való viszonyulás, ez nagyon eltérő, ebben az LCR együtt tud működni a néppárttal, valószínűleg innen jön a Webernek is az ötlete. Ugye uh -huh. talán ezt mondtam egyszer, hogy a Berlusconi a lényegében a halálos ágyán találta ki azt a gondolatot, hogy működjön együtt a, a néppárt, az európai konzervatívok és reformerek megaliberálisok. Uh -huh. Szerintem egyébként nem egy, hogy mondjam, a maga logikája szerint nem egy rossz ötlet, amúgy, tehát, hogy váljunk le a baloldali szövetségről, és legyen te egy, egy, egy ilyen jobb, jobb liberális szövetség. Na, de mondom, a maga logikája uh -huh. szerint ez nem rossz. Na, de ugye ez is mit mondott volna, hogy a konzervatívok mellé a liberálisokat hozzuk be, tehát megint ott vagyunk a liberális uh -huh. demokráciánál, plusz ugye emiatt volt a liberálisoknak, a rinyúnak az az álláspontja, hogy ők a... Ők az ecr sem szeretnének, mm. és mm. hogy mm. koalícióban a néppárttal, meg a szocikkal ő, tudnak lenni. Szóval azért ezek elég markáns különbségek. Természetesen nagyon fontos az egy pár családnak, hogy mondjuk oda beüle 12 képviselő a Fideszből. Nyilván innen jött a Melóni ötlete is mm. onnan, hogy akkor akkor szabjunk egy árat. Igen. De ugye ő sem azt mondta, hogy. Egy felvételi írt elő az Orbánnak, tulajdonképpen. Hogy úgy értek, vizsgálat. mert tudja, hogy ezt meg nem ezt lehet meg megcsinálni. Terüntem. És akkor megint ott vagyunk, hogy, oké, okay, akár tehetünk is gesztust, vagy mm. akár. Nekünk is tehetnek egy gesztust, egy pozitív gesztusra gondolok, de akkor azt meg kell tenni. Tehát úgy, ahogy a nem tudom, a svédektől lehet, hogy azt várja Ormán, Vitor, hmm. hogy tegyen neki könnyebbé, hogy ezt a dolgot el el eladja. Egyébként hozzáteszem, hogy izgalmas ilyenkor mindig megnézni a Ilyenkor meg szoktam nézni a kommenteket, tehát amikor Orbán Viktor kiírja, kiírja a, 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 a Volt Twitter X oldalára, hogy ő egyébként támogatja a svéd csatlakozást, akkor az ő nemzetközi hívő tábora leírja, hogy hát én nagyon támogatom magát miniszterelnök úr, de ez egy rossz döntés. Szóval, hogy ezt a dolgot ugye valamilyen módon el kell adni, erre lenne jó egy svéd gesztust, na de akkor ez ugyanúgy igaz, mondjuk egy LCR felvételére, hogy ezt a Melóninak valahogy el kell majd adnia, uh -huh. hogy mégis, mégis mi, mi történt, ami miatt hirtelen beveszi a csapat. Muszáj leszek a liberálisok kapcsán egy ö, profán példával élni, amennyiben nem, nem mondtam még neked az Eiza González példámat, ugye? Ki fog derülni. <laughs> nem emlékszem Eiza már. Eiza González, ő egy, egy nem annyira ismert, de nagyon, szerintem nagyon tehetséges és nagyon dekoratív színésznő. Oké. Okay. Hollywoodi színésznő. Ö, Gondolkodtam, hogy vagy boxoló lesz, vagy színésznő. Színésznő, színésznő szín. az a című ö, filmben például nagyon jól játszott, az csak a végén idétlen a film. Na mindegy. És róla azt kell tudni? hogy a közelmúltban járt ö, Timothée chalamet ugye megvan, hát egy, ö, aki egy ilyen kicsit ilyen feminimebb, ilyen fél francia, fiatalember, játszott a Colmier-Baimor című filme, és járt Jason Momoával, val uh -huh. Aquaman, uh -huh. aki meg egy, egy robosztus, kreol. Ezért, tehát én azt gondolom, hogy a liberálisok akkor járnának el helyesen, hogyha hasonlóan nyitott, szabad vegyértékekkel rendelkeznének a politikában, mint Eiza González, tehát, hogy Timot és Alamétől Jézus a Momoáig, mindenki, aki, aki vállalható, az partnerként hát Mondjuk A néppárt meg a szocialisták, ez az azért a két elég különböző é, ö, verzió. Az a problémám ezzel, hogy hogy ez nem. Tehát, hogy, és hogy, még hogy... ott vannak a zöldek is, szóval azért szerintem ez elég. Szerinted differenz. ez megvalósult? Hát mert? szerintem ez elég. Differenz. Hát figyelj, egy csomó szavazásban most is együtt mozog ez a négy párt. Uh -huh. Tehát szerintem éppenséggel ez a nyitottság. Lehetne otthon. itthon is egy ilyen liberális erő? Lehetne. Te el tudod azt képzelni, <laughs> hogy valaki azt mondja, hogy én szeretem a Fidesz egy kulcsos adóját, és szeretem a demokratikus koalíció Európa gondolatát? Hát ugye ebben pont a, ugye ebben az európai liberális álláspontban, ugye pont a Fidesz nincs benne, és enélkül is tud elég sok színű lenni. Hát éppenséggel, ha nagyon ezzel akar liberális lenni, hát szerethetné az egy kulcsos adót egyébként, jó, mindegy, szóval na, ez egy mindegy szó az. így, csak... ahogy van, ez egy elég nagy marhaság. Micsoda? Hát az a része, ugye olyan egy kulcsos adókat nem szoktak fönntartani. tehát tényleg, hogy mondjam, normális országokban, ahol uh -huh. a, ahol, a, ahol a legalacsonyabb jövedelműekre vonatkozóan uh -huh. nincs valami, valamilyen segítség. Tehát nem lehetne mondjuk adómentes a minimálbér? Tehát, tehát, hát tehát igen, tehát ez egy eszetlenség, ami van. Őszintén szólva, nem véletlen, hogy ugye ezt úgy hívják, nagyon, nagyon ilyen ö, szocialista terminológiának tűnik, de létezik ez a dolgozói szegénység. Tehát, hogy valami, mert ugye azt mondja a kormány, hogy ha munka van, minden van. nem igaz egyébként, ö, mert hogyha nem vagy olyan élethelyzetben, hogy adókedvezményekben részesülhetsz, akkor egy alacsonyabb rohat rohadtul nagy esélyed van arra, hogy kifejezetten a szegénységi küszöb alá fogsz bebukni, úgyis hogy, hogy dolgozol. És nincsen társai mobilitás, ami kiragadja mondjuk a gyerekedet ebből, hiszen ő meg már nem fog Igen, de mondjuk itt kapni. egy remek szövetséget lehet kötni a, nem tudom, valamilyen baloldali pártal, és uh -huh. egyébként belefér egy ilyen liberális agendába, szerintem egy csomó ö, klíma átállással kapcsolatos ö, ö, politikának a támogatása, és persze, hát én nagyon sok koalíciót tudok rajzolni. Ez, igen, ki akartam belőled egyrészt piszkálni a baloldalit, hogy ne, nekem itt ne a izéket, a konzervatívokat dicsérjed, másrészt pedig van a kezemben egy mediál felmérés, uh -huh. ami azt mutatja, hogy jelenleg hogyan állnak az említett pártok Magyarországon. Csak hadd ne kelljen őket ideológiailag ők besorolnom, jó? Mert nagyon nagy bajba lesz. <laughs> Kellett volna egyetemre járni, ilyeneket tanulni, Zoltán, akkor tudnád. A Medián januári felmérése a biztos szavazók körében a Fidesz 53%-ra teszi, DK 11, mi Hazánk 8, Momentum 7, Farkú 6, Jobbik 5, a Néppártján, ugye ez a Jakab, Jakab Péteres Péter. Társaság 3, msp 2, második reformkor ez a Vona Gábor Félesz 2, LMP 1, Párbeszéd 1, és a Márkizaj Félete Mindenki Magyarországa Párt, Néppárt, bocsánat, Néppárt 1. Ö, ha ránézel erre a grafikonra, mert te láttad ezt vizuálisan és mi az első, ami eszedbe jut? Hát sok minden nem jut eszembe erről a, erről a politikai mezőnyről. Az, hogy hát mögöttünk van egy olyan, most már közel két év, amilyen ez volt, és lényegében nem változott semmi. És hogyha mellé teszel mondjuk más kutatásokat, amiben uh -huh. eltérő számok lehetnek, és mondjuk jó volna megmagyarázni, hogy, de nem tudom, hogy miért lehetnek akár. Tehát... Én kiléptem ki, ki, ki ebből a játékból. Én de... kívül pont ma, amikor de... beszélgettünk, kijött olyan kutatásról, 10 a különbség az egyes. Igen. De én, 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 én kimerem jelenteni, hogy lehet 10% pont mm. is a különbség, mondjuk a Fidesz támogatottságában, de akkora különbség van, az első, meg a második mm. helyezett között, hogy nem mondom, hogy mindegy, de szinte mindegy. Hogy most akkor 30 vagy 36 százalékpont különbség van közöttük. Mm. Szóval. Um, én én igen. Szóval én azt gondolom, hogy ameddig minimum kettessel nem kezdődik, és két a, 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 a mondjuk a legnagyobb ellenzéki párt támogatottság, és ez inkább vagy hármassal kéne kezdődnie. Addig, én, szóval én voltam, én voltam ugye olyan élethelyzetben, titok, még megboldogult MSZP tanácsadó koromban, amikor az MSZP-nek a mint ellenzéki MSZP-nek 2010 utáni ellenzéki MSZP-nek a támogatottsága ennél a szintnél jóval magasabb volt. 30 ugye? fölött volt. Hát egyszer-egyszer beköszön. Én... de ez csak azért fontos, mert én akkor is azt gondoltam, és akkor is erről beszélgettünk ezekben a belső körökben, hogy innentől kezdve lehet valami olyasmiről gondolkodni, hogy hogy ilyen látótávolságon belül látszik, van az ellenfél. Látszik a Fidesznek a, a háta. És azért mégiscsak ugye, azt hiszem ebben a beszélgetésben mondtam, hogy mégiscsak egy... Egy félidős választás felé közelítünk, mm. öm, amit egyébként szerintem így is kéne keretezni, de ezt nem mondom el még egyszer. Öm, hát eltelt két év ebből a ciklusból. Valószínűleg az van, hogy a legpocsékabb részén a recesszión, meg a, meg a meg a 20 fölötti inflációs sok-sok-sok hónapon túl vagyunk. De ettől hogy még a sebeink megvannak. Ettől még a sebeink megvannak, csak azt mondom, hogy persze Nagy fantasztikus ötleteiben lehet bízni, hogy még, még kitalál egy-két dolgot. Matolcsiról átraktad, a, átraktad a jelet a Nagy Nem én át, az Orbán a Nagy ezt a jelet, én csak lekövetem ezeket a változásokat. <laughs> Lézer irányzékkal. <laughs> Igen. Szóval, hogy azt a lehetőséget a kormány, amit, amit mert ez egy politi politikai értelemben egy lehetőség volt, amit vele az ellenzéknek szerintem élnie kellett volna 2022. második felében, 2023. folyamán. Ezzel nem éltek. Ezt nem fogják még egyszer oda ajándékozni. Tehát akármit kavar a Nagy Márton, valószínűleg nem lesz még egyszer 25% az infláció. Hála istennek mondom állampolgárként, csak. Én azt mondom, hogy ha ellenzéként ebben nem tudtam belekapaszkodni, akkor mibe tudok belekapaszkodni? És ugye ez picit átvezet az is, nem, nem, szóval igazából én is unom, nagyon unom ezeket a, ezeket a, az együtt nem működési dolgokat. Mm. Öm, részben a szereplők miatt unom, részben azért, mert ezer ilyen helyzetet látunk. De igazából számomra az a borzasztó furcsa, hogy például amikor azt mondjuk, hogy a Fidesznek nincsen, mint a márciuség főpolgármester előttje, ez egy politikai lehetőség. Arra, hogy két-három hónapig csak az ellenzék legyen kint a placon. Az van, hogy közben elkezdtem számolgatni. Folyhatna egy kampány, és ugye ez ugyanúgy vonatkozik a, a különböző társadalom van politikai egy... is. Az ellenzék kint lehetne ezen a placon, és. Szóval, ő... Amikor az ellenzékről beszélsz, akkor a 2022-ben összefogásban indult pártokról beszélsz? Hát, igen, hagyjtam, ez mi, igen, mondjuk ehhez a számsorhoz az is hozzátartozik, alapvetően rájuk gondolok egyébként, de ehhez a számsorhoz, hát de, ebben... de, de, ez fontos. Igen, abszolút tudom, mit akarsz kérdezni. Ez fontos egyrészt, egyrészt nyilván ott van a párt és ott van a mi hazánk, ugye ez hmm. nagyon fontos szerintem, hogy bármelyik ellenzéki párt álmodozik arról, hogy ő majd dominálni fogja ezt az ellenzéki teret. Ő lehet, hogy dominálni fogja az egykori közös listás ellenzéki teret, de a kutyapártot, meg az őtőle tök más, ő képest tök hmm. más politikát képviselő mi hazánkon, nem fogja dominálni. Az egy, te, az egy más, más, tér, az egy ilyen ellenzék-ellenzéke -ellenzéke tér, plusz ugye ez a számsor arról is szól, hogy, hogy van szóval mennyi értelme van az M plusz egyedik pártot megalapítani? Mm. Mert hogyha ezek a számok így vannak, akkor ugye persze a Péter tényleg lábon hozza ezt a három százalékot, de azzal ugyanúgy nem jut be, mint a, mint a politikai vloggerkedést föladó Vona a Gábor, és Márkizai Péternek egy miniszterelnök jelöltség nem volt, és az ezzel járó ismertség nem volt elég arra, hogy, hogy fölhúzza a pártját a küszöb fölé. Tehát persze, csináljon még valaki egy pártot, hajrá, de hogy hát szóval ennél több hely egyszerűen nincsen az úton. Jó, annyiban korrigálnának, hogy Vona Gábor nem csak vlogger volt, hanem a szereplőtársam Magyarország leggyűröltebb közéleti műsorában, de kétségtelen tény, hogy valahol. Nem, nem, de <síns> van ezt álló, vagy valahogy ne akartam nevezni, hát egy hogy minthogyha ellenne, mint egy ilyen, ilyen célövöldés légpuskában ellenállítva az irányzék. Tehát, hogy hogy, 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 kiabálunk egy ilyen kis köcsökben lényegében, hogy akkor most három vagy, vagy, vagy öt vagy Én hét százalék. Hogy ezek valahogy engem elég még nem tudnak És nem tudnak ha, ha, beszélsz ellenzéki politikusokkal, mindenkinek megvan a maga magyarázata arra, hogy miért fontos, hogy ő belekapaszkod, hogy miért, hogy, hogy, hogy mi a párbeszéd nevű párt sikerének a titka hogy miért fontos, hogy belekapaszkodjanak abba a, a, hát itt most egyszerűen mértek nekik egy egész százalékot, mert hogy lehet, hogy így van, de főpolgármestert adtak, és négy egyéni képviselőt is megválasztottak az ő színeikben. És hogy én nem tudom... És van, aki ennyit se tud felmutatni, mondjuk Igen. el. Igen, és nem tud, de, de látod? Látod? Tehát ezért lesz neki továbbra is, mert egymással versenyeznek, és valahol messze, evidenciának veszik, hogy valahol messze van a miniszterelnök úr, aki kormányoz, és mi majd őt De erről kritizáljuk. Van szó. szerintem ezt kéne kitenni a placra a bizonyos értelemben. Tehát nem, nem De ráb... mi, hogy menjenek haza? Hát én, mint állampolgár, választópolgár, én azt várnám el, hogy mondják meg, hogy miért dolgozik. Most direkt mondom, ilyen van. Uh -huh. Tehát az, hogy tulajdonképpen két évente, négy évente attól függ, ugye, hogy számoljuk a választásra, csak a parlamentit, vagy minden más választást, ugye, hát hogy is van, mondjam, ki van kényszerítve az ellenzéki közvelemény szavazata, mert hova lehetne ugyan máshova szavazni. Uh -huh. De közben, ha nek nekik maguknak az a fő üzenetük, hát meg is mondják, hogy az LP választást egy helyosztónak tekintik, az önkormányzati választást meg annyira veszik komolyan, hogy egy csomó helyen tényleg nincsen közös jelölt. Ugye még mindig csak javaslat van arra, a főpolgármester a javaslata arra, hogy hát esetleg, ahol nem sikerül uh -huh. megegyezni február végéig, ott legyen március 15-ét követően ö, előválasztás. E, január vége van. Zoli. Ezzel fogjuk folytatni a következő műsorban, az önkormányzati választás már nem nyisd ki. Na, aktualitása van és lesz is még. A... Szerintem ugyanitt leszünk egy <laughs> <fóra is. gül> Igen, viszont neked van még más programod is már. A kedves nézőknek mondom, hogyha ha is tűnt lakni, ma este a Zentai csatáról elnevezett Palicsi vörösbort fogja megkóstolni. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Lájkoljanak, osszanak, meg kommenteljenek, iratkozzanak föl, és ami még fontosabb, jövő is tartsanak velünk. Viszontlátásra!